elérkezik a búcsú pillanata, de talán sikerül bepillantanunk a kulisszák közé. Mert igaz, szépen csillog a sztárvilág, felgetegesek a showműsorok, de tudva, hogy milyen kemény munka volt a háttérben, számomra már nem is annyira vonzóinél. Az első kinyitott, vagy Tázdal Fesztivál megrendezése óta nagyon sokat fejlődött a világ, a zene, a technika. Most egy olyan új öbletet leplezünk le, vagy inkább ismertetünk meg önökkel, amelynek neve Flashmob. Ez magyarul villámcsődületet jelent. Emberek előre szervezett csoportosulását jelenti, amely hirtelen jön létre valamilyen nyilvános helyen. A résztvevők valami szokatlan csinálnak, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen felsőzik, ahogyan létrejött. A meeting nyertes koreográfusunk sem szeretett volna kimaradni ebből az őrületből, és kezébe vette az irányítást. Sziasztok, táncolni vágyok! Akinek van kedve részt venni egy közös táncban, legyen ma este 8 órakor a Klauzál házban. A koreográfia megtanulása után átmegyünk a vasútállomásra. Jött egy üzenetem. Sziasztok, táncolni vágyok! Akinek van kedve részt venni egy közös táncban, legyen ma este 8 órakor a Klauzál házban. A koreográfia megtanulása után átmegyünk a vasútállomásra. Még odaérek, de szólok előbb a barátomnak. Szia, hogy vagy? Szia, jó, köszi. Ráérsz ma este? Egy oldtime buliba vinnélek. Végül is ráérek. Miről lenne szó? Egy flashmobról. Ja, olvasom a Facebookon, de fogalmam sincs mi ez. Nem baj, én majd elmesélem. Találkozunk, hidd nekem, oldtime buli lesz. Rendben, akkor mindjárt ott vagyok nálad. Szia! Szia! Sziasztok, táncolni várjuk! Akinek van kedve egy közös táncra, legyen ma este 8-kor a Klauzál házban. A koreográfia megtanulása után átmegyünk a vasútállomásra. Hallottam már erről a suliban. Most megnézem, mi is ez. Sziasztok! Ugye tudjátok, miről van szó? Egy kisebb villámcsődletet szervezek. Meg kell tanulnunk a táncot, és mehetünk a vasútállomásra. Gyere be a próbaterembe! Nem egy szofányos produkciót fognak összehozni. Irány a vasútállomás! Megértésüket köszönjük, a jegyeket nem várjuk vissza.